Tiszteletű püspök úr, rektor úr, kedves vendégeink, kedves kollégák, kedves hallgatóink, kedves szakkollégisták, szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma az avató ünnepségünkön megjelent és az örömünkben osztozik. Mindenkit köszöntök, külön is köszöntöm Csapó Tamás tanulmányi igazgatót a protestáns felsőoktatási szakkollégium részéről, Mózes Áron igazgatót a Vál István Református Cigány Szakkollégium képviseletében. Nagy szeretettel köszöntöm közöttünk volt ötvös kollégista társunkat, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának prodékányát, Szilágyi Csabát, és külön szeretettel köszöntöm a Benda család itt megjelent tagjait, Bendáné Sebők Magdolnát, aki Benda Kálmán fiának, Benda Gyulának a felesége, Benda Gyula már tudjuk, nincs közöttünk. És szeretettel köszöntöm lányát, Benda Borbálát, és fiát, Benda Mihályt a család részéről. Külön köszöntöm Magai Tamás professzor urat, Ritok Zsigmond akadémikus urat, aki később fog majd hozzánk csatlakozni, most egy könyvemutatón van. Volt ötvös kollégista vendégeinket, Hóvári János kollégánkat, a baráti kör elnökét, a szakkollégium műhelyvezetőit és oktatóit, 64 bentlakó és 12 bejáró hallgatónkat, a média képviselőit, az egyetemi kollégákat, gazdasági igazgató urat, a műszaki osztály munkatársait, tehát Kovács Zsolt Csaba gazdasági igazgató urat, Popovics Géza osztályvezető urat, stratégiai rektorhelyettes urat, Zsengeli Rózsest, aki most foglalt helyet, és mindenkit, akit elfelejtettem volna felsorolni. Az avatásról kimentését kérte Fabinyi Tamás, az evangélikus egyház elnökpüspöke, mert a korábban lekötött szolgálatai miatt sajnos személyesen nem tud részt venni az ünnepségen. Az alkalomra, életünkre, szolgálatunkra Urunk áldását kéri, és a következő ígével küldi köszöntését az ünneplő gyülekezetnek. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. 103. Zsoltár, második verse. A köszöntések után szeretném megkérni főtisztelőtő Szabó István püspök urat, hogy legyen kedves a Magyarországi Református Egyház elnökpüspökét, hogy legyen kedves beszédét megtartani. Igen, tisztelt dékánasszony, és mindenki más, akit dékánasszony felsorolt. Kedves hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy ne töltsem az időt azzal, hogy újra és újra a protokolliumot elmondom, és ha megkérhetem majd az utánam szólókat, ők se tegyék meg. Sok időt nyerünk vele, és dékánasszony mindenkit méltóképpen köszöntött. Engedjék meg mindenek előtt, hogy egy igét olvassak fel, Jakab apostol levelét olvassuk, a harmadik rész első versének a felét olvasom csak, akik olvasták már Jakab apostol levelét, azok tudják, hogy hogy folytatódik. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók. Aki nem tudná, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részük. Eredetileg 10 percet kértem, a szervezők 20-at adtak, tudnak valamit. Megpróbálom 5 percben elmondani. Mindenek előtt Isten iránti hálával állok itt. Ez az épület valamikor a két világháború között a Keresztény Ifjúság Egyesület székháza volt. Akkor, amikor az állampárt létesülése korsorozatban megkezdték az egyesületek felszámolását, Keresztény Ifjúság Egyesület, hogy megmentse a vagyonát, a Salétrom utca Józsefvárosi Református Egyházközségre írta. Ezzel az állampárt nem törődött, hanem elfoglalta az épületet, és az egy külön história lenne elmondani, hogy 1947-től kezdődően mi minden volt ebben az épületben, a végállomás, a rendszerváltás végetáján szükséglakások, mint egy szimbolikus is. Egyébként a történet jól mutatja, hogy
mire volt képes a kommunizmus. Legpazarabb közösségi célokat szolgáló épületek rövid 30-40 év után szükséglakássá lettek. Szerintem a szocializmus egészen és a végén egy nagy szükséglakáshoz hasonlítható, még ha a miénket itt Magyarországon a legvidámabb baraknak is nevezték, de csak barak volt, pedig egykor talán palota. Hosszú ideig állt az épület a rendszerváltás után üresen, illetve néhány szükséglakó lakta, különböző kötelmekkel. Amikor a Salitrom utcai egyházközséget értesítették, hogy esetleg visszakérhetne az épületét, és ők ezt megtették, akkor közölték velük, hogy nem kell visszakérni, az övék, soha nem is írták át. Tehát nem került bele a kárpotlási rendbe, nem kellett, kezdhettek vele valamit. Néhány esztendei tanácskozás után a Dunamellék-Egyházkerület vette át az épület tulajdonjogát, majd a Károli Gáspár Egyetem megalakulása után hosszabb, rövidebb ideig itt ebben a romos épületben, már nem emlékszik rá senki, talán csak akik itt oktattak és tanultak, helyszüke okán órákat tartottak. Majd elkezdődött egy tervezés, az első szakasz az arról szólt volna, hogy azok a protestáns református ifjúsági egyesületek kapjanak itt helyet, amelyek a rendszerváltás után újra tudtak alakulni, meg tudtak kapaszkodni, meg tudtak gyökeresedni. A tanácskozások vége azonban az lett, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem indítson itt szakkollégiumot, és majd erről szeretnék néhány szót szólni, hogy mi volt ennek a rációja. Sokat jártam ebben az épületben, a felmérés idején, az építkezés megkezdésének az idején. Azt nem mondom, hogy legutoljára akkor, amikor itt még fújt befelé a szél, még nem voltak bent a nyilázárok. Mindazáltal köszönettel tartozunk a tervezőnek, Ónodi Szabó Lajosnak, és azoknak a vállalkozóknak több is van, akik kezdetektől fogva ennek az épületnek az átépítését véghez vitték. Köszönettel tartozom, bár a testületet én vezetem, mégis a Dunamellék-Egyházkerület közgyűlésének, a reformátusoknál testületek szoktak dönteni, a püspök időnként átviszi az akaratát, máskor pedig megfutamodik, és be se terjeszti, ha úgy látja, hogy nem fog menni. Az Egyházkerület közgyűlése egyhangúsággal elfogadta, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem kapja meg 100 esztendőre? 100 esztendőre az épületet. Egy kis része az épületnek azonban, a most nem akarom felsorolni, hány és miféle protestáns ifjúsági egyesületek célját fogja szolgálni. Az a reményünk, hogy egy jófajta szimbiózis alakul ki, az egyetemi szakkollégiumi munka, az itt lakás és a fiatalok között zajló ifjúsági munka között. Miért 100 évre? Hát többre is adhattuk volna, de a magyar jog ezt nem engedi meg, már a 100 is sok, hiszen normálisan 99 esztendő, amire adni szoktak valamit. Egyel túlléptük abban a reményben, amely reményben egy egyetem megalakul. Egyetemet alapítani egyszerre könnyű és mérhetetlenül bátor vállalkozás. Eszembe jutott az, amikor a középkor egyetemek történetét tanulmányoztam, kérem a történészek fogják be a fülüket, nem biztos, hogy jó forrásokból, de amikor Angliában az angol király megalapította az Oxfordi Egyetemen, meg a Cambridge-in, meg a Kentén a Regius alapot, vagyis a király alapítványát, akkor ezek az egyetemek már 100-150 évesek voltak. Ennyi kell ahhoz, hogy kiderüljön egy egyetemről, hogy megérte alapítani. Ne tessék izgulni, van bőven idő. Majd a harmadik, negyedik nemzedék idején dől el, így van, valóban akkor dől el, hogy ez a bátor vállalkozás, hogy a református egyház egyetemet alapítson nem könnyű helyzetben, a felsőoktatás teljes átalakítása közepette, akkor, amikor szépen lassan lebomlik a
porosz-szovjet típusú egyetem, és átalakul valamivé, még mi sem tudjuk igazán mivé, amikor közeledik a nyugat-európai sztenderdekhez, nagyon merész vállalkozás volt. Reméljük a harmadik és negyedik generáció idején, amikor a Dunamellék Egyházkerületnek döntenileg kell arról, hogy újabb 100 évre a Károli Gáspár Egyetemnek adja, akkor már nem fog az akkori püspök annyira izgulni, hogy a közgyűlés mit szól ehhez a javaslathoz, hanem azt fogja mondani, hogy ez egy méltó hely. Miért szakkollégium? Sokan, talán az itt lévők nem, de sokan nem tudják, hogy mi a szakkollégium. Szerintem ezt nálam hozzám értőbbek el fogják mondani. A szakkollégium nem egyszerű kollégium, hálóhely, olcsó albérlet, közel az egyetemhez, egy alkalmas hely a diákkompániának, ahol még sütni, főzni is lehet, és el lehet tölteni kényelmesen 3-4-5 esztendőt. Nem puszta gyűjtőhely, a szó eredeti értelmében kollégium, hanem egy rendkívül speciális képzési forma. Az a többlet, amit az egyetem oktatópadjaiban, szemináriumi helységeiben nem lehet megkapni. Az a hely, ahol a legtehetségesebb és legigyekvőbb, kettőnek egybe kell kapcsolódnia, a legtehetségesebb, legigyekvőbb diákok megkaphatják, hozzájuthatnak ahhoz a valamihez. Ezt lehet többletnek is nevezni, én inkább azt mondanám, hogy az egyetem igazi szelleméhez, ami az oktatási darálóban nem biztos, hogy előkerülhet. Megoldódhat ez úgy is, ez többnyire a kis létszámú egyetemek, kis létszámú tanszékein szokott megtörténni, hogy egy-egy kiváló tanár vagy professzor maga mellé gyűjt néhány diákot egy szemináriumon, külön foglalkozásba, inspirálja, ihleti, megtanítja őket tanulni, aztán megtanítja őket tanítani, megtanítja őket szellemi embernek lenni. De ha egy egyetem egy bizonyos létszámot átlép, sok a kifejezését használom, oktatási üzemmé válik, elengedhetetlen ennek a dimenziónak a megnyitása. A Károli Gáspár Református Egyetem hiával van ezeknek a képző műhelyeknek, reméljük, hogy sokkal több lesz még az elkövetkezendő időben, nem csak a bölcsészkaron, lesz majd a hittudományi karon, lesz majd a jogi karon, lesz majd vegyes rendszerű, mert ez azt fogja jelenteni, hogy ide járnak a legkiválóbb diákok, a legszorgalmasabbak, és a leginkább erre érdemesek, akiket megtiszteltetés külön szakkollégiumba gyűjteni, és a legkiválóbb oktatókkal azokra a tárgyakra, arra a szellemi szemléletre, arra az értelmiségi magatartásra oktatni, nevelni, tanítani, amiért megéri egyetemet alapítani. Az utolsó gondolatom, amit szeretnék jó kívánságként is tovább adni, az a felolvasott igéhez kapcsolódik. Jakab apostol a nyelvről beszél ebben a szakaszban, ne legyetek sokat tanítók, a tanítás nyelvi közegben történik, abban a mély nyelvi közegben, amelyről Hans-Georg Gadamer ezt mondja, a nyelv a létháza. Minden, amit továbbadhatunk, minden, ami a hagyományban, a szedimentálódásban, az innovációban megjelenik, az a nyelv dimenziójában jelenik meg. Ez a nyelvészek szívét is megdobogtatja, meg a bölcsészek szívét is, de a jogászok is nyelvelnek, a lelkészek meg prédikálnak, a tanítók meg tanítanak, az építészek meg először elmondják, vagy meghallgatják, hogy miért szeretnénk. Amíg beszélünk, addig vagyunk, amíg a logosz körül vagyunk, addig létezünk. 3 egyszerű hasonlatot mond Jakab a nyelvről, hogy micsoda nagy hatalom a nyelv, pedig kicsi dolog. Azt mondja, hogy a nyelv olyan, mint a hajó kormánya, nem nagy, és mégis ez irányítja a hajót a kormányos szándéka szerint. Olyan a nyelv, mint a gyufalánk, kicsi tűz.
és mégis az egész erdőt föl tudja gyújtani. És olyan a nyelv, mint a zabla, amit a ló szájába tesznek, és megzabolázzák. Különböző funkciók, különböző lehetőségek, különböző veszélyek, különböző odafigyelni valók. Azt kívánom tiszta szívemből, hogy azok, akik ennek a szakkollégiumnak, amelyet Benda Kálmáról neveztünk el, a Károli Gáspár Református Egyetem alapítóinak egyikéről, a kiváló történészről, egyházához, nemzetéhez, történészi hivatásához hűséges, példázatos személyiségről, akik itt ebben a szakkollégiumban diákok lesznek, tanulnak, időt tölthetnek el, értsék jól, hogy mit mond Jakab, ne legyetek sokan tanítók, de akik azok lesznek, azok valóban tanítók legyenek. Az igazságnak, a szépségnek, a jóságnak, az isteni logosznak a tanítói. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja meg a szakkollégiumot. Most pedig Balla Péter professzor urat, egyetemünk rektorát kérem meg, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Engedelmes vagyok püspök úrnak, és a sok-sok köszöntést nem ismétlem meg, de értelemszerűen dékánasszony egy valakit nem említhetett meg, ő saját magát, úgyhogy én pedig az egyetem rektoraként neki köszönöm, hogy megálmodta ezt a szakkollégiumot, és kezdetektől végig a megszületésében rengeteg személyes tanáccsal segítette, és azt külön köszönöm szintén rektorként, hogy ebben a fontos, alakuló, nehéz időszakban az elején már a vezetésében is segít nekünk. Köszönöm dékánasszonynak azt a nagyszerű ötletét is, hogy, ahogy püspök úr is utalt rá, az egyetem első rektoráról, egy nagyszerű személyiségről neveztük el ezt a szakkollégiumot. Benda Kálmán rektor urat, és ezt az igét azért, amit majd említek, azért hozom ide. Én diákként is ismerhettem abban az időben, a 80-as évek első felében, amikor a rádai gyűjtemény vezetése, az ő kvalitásai, szellemi hatalmassága, tudásahoz mérten, az abban az időben egyfajta, hát így mondom, eldugott helyet jelentett, hadd mondjam ki őszintén. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megélte ő is, és megéltük együtt, egykori diákok, akik nagy tisztelettel szemléltük akkor is nagyszerű munkásságát, hogy ő indíthatta el első rektorként ezt az egyetemet. De mivel a diák éveimre emlékeztet Benda Kálmán rektor úr neve, ez szakkollégium névadója, ezért abból az időből hadd hozzam azt az igét, amellyel én is áldást kívánok az új itt lakókra, hallgatókra, oktatókra, amelyet egy olyan esztendőben már hallhatott egy korábbi közösség, az én diák közösségem, akik szintén átéltünk egy kollégiumavatást. Az én időmben az egyetemünk elődje, a Budapesti Református Teológia Akadémia is egy kollégiumot avatott, és ugyanazzal az igével köszönteném most rektorként ezt a közösséget, amellyel akkor diákként köszönthettem. A Krónikák első könyvének 16. fejezete 8. versével. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, és hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit. Három nagyon rövid felhívás. Egy református egyetemen azt hiszem méltó, hogy az egymásnak való nagyon helyes és nagyon megérdemelt köszöneten túl az Úrról is megemlékezzünk, hálaadással forduljunk felé. De ez ne csak az ünnepi órákban jellemezzen bennünket, hívom a kollégium hallgatóit, oktatóit, mint egy alaphozzáállás, lelki hangulat időről időre szólaljon meg e falak között is a hálaadás, ami teremtő, megváltó, megszentelő Urunk felé. A Krónikák könyve úgy folytatja, ami akkor emlékszem jól 33 évvel ezelőtt egy kicsit meglepett. Hívjátok segítségül az ő nevét. És a diákság akkori felkértjeként, aki szólhattam az ünnepségen, alázatra indított ez az ige. Egy diák mindig azt hiszi, hogy mindent el tudunk érni, csak erősen tanulni kell, és így tovább.
meg kellett értsem, és azóta is próbálom ezt gyakorolni, hogy bármit, amit teszek, az Úristennek köszönhetek csak a tehetséget, a képességeket, az elért eredményeket is. Igen, igaz ez, segítségül kell hívjam őt. E falak közt is akkor lesz igazán sok nagyszerű áldás eredmény a munkájukon, munkátokon, hogyha mindig egyel többen lesztek, hogyha segítségül hívjátok az Úr nevét. És mindig, ahogy püspök úr is utalt rá, az a mi reménységünk, hogy van egy kisugárzása is egy ilyen szellemi központnak. Tudományos munkákkal, népünk javára, egy nagy közösség javára, egyházunk közössége javára is, de hadd legyen, és ezt kérem a közösségtől, a sok-sok szerte ágazó tudományon belül egy olyan hang is, amelyet én most így mondok bibliás szóval küldetés, misszió, az Úr nagy dolgai tetteinek a hirdetése. Sok kicsi részterület összeadásaként egyszer-egyszer hadd hallják meg a kívülállók, hogy e falak közül az ő nagy tetteinek dicsőítése zendül ki. Ezzel az igével kérek én is áldást, és kívánok sok-sok esztendőt, 100 esztendőt, és majd azutáni esztendőket e szakkollégiumnak. 1 Krónikák 16:8. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, és hirdessétek a népek között az ő tetteit. Áldást kívánok. Köszönöm szépen. Kedves vendégeink, engedjék meg, hogy néhány szót én is szóljak az alapítás körülményeiről, illetve a szakkollégium kezdeti működéséről. Ahogy püspök úr is fölidézte, a Bölcsészettudományi Kar, az egyetem egésze is eljutott arra a népességi szintre, amikor szükségessé vált egy tehetséggondozó intézet beindítása, és püspök úr Szerényi volt, nem mondta, de amikor az első kérésünk a szenátuson ez ügyben elhangzott, és azon éppen jelen volt, azon nyomban. Azon nyomban azt válaszolta, hogy dékánasszony nyitott kapukat dönget, ott van az az épület, csak föl kell újítani, illetve ki kell alakítani a belső terét, és ehhez a kialakításhoz persze forrást kellett szerezni. És köszönet illeti Balogh Zoltán emberi erőforrások miniszterét is, aki ehhez segítséget nyújtott, és a minisztérium segítségét. Enélkül nem tudtuk volna az épületet kialakítani. Nagyon köszönöm mindazoknak a munkatársainknak a segítségét, akik végig a folyamatot kitartóan végigkövették, végigharcolták. Nem köszöntem még meg, de Füzi Marian igazgatóhelyettes asszonynak és a mai rendezvény szervezőjének, Sziki Ágnesnek külön is köszönöm a mindennapos segítségüket. Püspök úr említette a KIE időszakát, hadd ajánljak, mert itt vannak már a hallgatóink, akkor mindjárt hadd legyen ez egy ismeretgyűjtési alkalom is. Kovács Bálintnak megjelent az Arcok című könyve, az alcíme az, hogy az evangéliumi ifjúsági munka elmúlt évtizedeiből. Calvin János társaság adta ki 2002-ben is. Ebben a könyvben olvashatunk olyan alakokról, akiknek az élete, személyiségekről, akiknek az élete példamutató lehet a mi számunkra is. Pógyor István neve mostanság elég sokszor elhangzik. Ő volt az, aki 32-től 42-ig ebben a házban a KIE, nemzetközi szervezetot, annak a nemzeti titkáraként üzemeltette a KIE-t, és aztán később vált ez tanoncszállásá, turista szállásá, amikor a Vas utcába átköltözött a KIE, és ott kialakította a gyönyörű szép székházát. De nem is erről szeretnék én beszélni, hanem arról, hogy mi az az álom, amit itt mi megvalósulni látunk, és amelyet nagy örömmel indítottunk el. Jelenleg 64 bentlakó és 12 bejáró hallgatónk van. Őket a nyár folyamán felvételiztettük.
egy nagyon alapos felvételi folyamat eredményeként kerültek be, és azt szeretnénk, hogyha belőlük, és aztán a következő évfolyamokból is egy olyan közösséget tudnánk teremteni, és hangsúlyozom a közösség szót, tehát nem csak az egyéni kimagasló eredményeket, egy olyan tehetséggondozó központot, amely elkötelezett a humán kultúra, de nem csak a humán kultúra, hanem a keresztény értékek iránt. Olyan növendékeket szeretnénk itt látni, és olyan oktatókat szeretnénk magunk közé fogadni, akik számára az oktatás és a kutatás társadalmi szolgálat is, és akik az ökumené jegyében képesek lesznek integráló és vezető személyiségekké válni a társadalomban. Cél, hogy fontos tudományos és társadalmi kérdésekben ideológiai kötöttség nélkül legyenek képesek felelősségteljesen állást foglalni, képesek legyenek a hagyományok és az innovációk közötti egyensúly fönntartására. A szakkollégium törekszik arra, hogy a tudományos kutatás és az oktatás terén magas szintű intézményi kapcsolatrendszert építsen ki neves külföldi partnerekkel, egyetemekkel és nemzetközi szakmai szervezetekkel. Itt a kivetítő láthatjuk, hogy már az alapító kiratban több nyelven, angolul, németül, franciául, hollandul és japánul megalkottuk a szakkollégium hosszú és rövid elnevezését is, készülve erre a stratégiailag fontos célkitűzésre. De ugyanilyen fontos a Kárpát-medencei református intézményekkel és a határon túli magyar egyetemekkel való kapcsolattartás is. Szeretnénk, hogyha református jelleg a nemzetközi tudományos életben a szakkollégium által is erősödhetne. Az intézmény olyan szakembereket szeretne képezni és nevelni, akik munkájuk során közvetítő szerepet töltenek be az egyház és a társadalom között, így módon elősegítve az egyház társadalmi szerepvállalását. Ezzel egyidejűleg nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a testi és lelki egészségfejlesztésre. Fontos számunkra az utánpótlás, hiszen azok a hallgatók, akik itt végeznek, reményeink szerint majd a mi talán már szaporodó doktori iskoláinkban fognak tovább tanulni, és a felsőoktatás számára, így a református felsőoktatás számára is utánpótlást jelenthetnek. Jelen pillanatban a Történettudományi Doktori Iskola és a létrehozni kívánt multidisziplinális bölcsészettudományi doktori iskola lehet ilyen szintér. A tudományok, a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok interdisziplináris párbeszédére törekszünk, és ezen belül az egyes kisebb szakterületek közötti együttműködésre. Székesfehérváron októberben, amikor egy nehéz átmeneti időszakban voltunk, és még nem költözhettünk be az épületbe, december elején költöztünk be, akkor egy 3 napos workshopot tartottunk, minden műhelyvezető, az összes hallgató és az általános értelmiségi kurzus vezetőinek részvételével, ahol sikerült azt hiszem nagyon jól egybekovácsolódnunk, bár akkor még a tér nem volt adott. És a hallgatók, a műhelyek hallgatói párban, tehát 2-2 műhely, 4 témakör közé, köré rendezve gyűjtötte be azokat a víziókat, amelyek az alapítókirat szellemiségén belül számukra a majdani kollégium, szakkollégium jelenteni fog, és már az induláskor fontosnak tartják ezt rögzíteni. Ilyen 4 témakör volt: a tudomány, a tudás, felelősség, első témakör, aztán reformáció, hit, kereszténység, harmadik magyarság és a jövőnk, és a negyedik a közösség, közösségiség. Ezeknek az eredményeit a liftből kilépve minden szinten egy-egy táblát megnézhetünk majd most az avatás után. Érdemes egy kicsit áttekinteni. Otthonról hozott versidézetekkel, bibliai idézetekkel támasztották alá a gondolataikat. Jelen pillanatban, és még valószínűleg egy jó darabig, 8 műhelyben folyik az oktatás a szakkollégiumban. Ez a 8 műhely leképezi a bölcsészettudományi karunk, bölcsészettudományi és társadalomtudományi kínálatát.
Ha megengedik, mert még soha nem mondtuk el, egyetlen ünnepi alkalommal se elmondom, hogy kik a műhelyek vezetői. A történettudományi műhelyt Hóvári János kollégánk vezeti, a nyelvtudományi műhelyt Furkó Péter, az irodalom és kultúrtudományi műhelyt Horváth Géza, művészettudományi műhelyt én magam, a filozófia és vallástudományi műhelyt Borsi Attila, társadalomtudományi műhelyt Bozsonyi Károly, pszichológia műhelyt Varga András professzor és a tanárképző műhelyt Simonfi Zsuzsa. Általános értelmiségi képző kurzusaink, tehát nem csak az egészségtudatosság, amit már említettem, Lázár tanár úr, Neves Éva, Takács Péter, hanem közéleti és etikai kérdésekkel is foglalkozunk. Ezt a kurzus most Bába Iván tartotta, családi és közösségi életre nevelés Komlósi Piroska, gazdálkodási és menedzsment ismeretek Mári Zoltán. Több felsorolás nem lesz. A szellemiség, a szervezeti felépítés és a tehetséggondozó munka vonatkozásában modelljeink voltak a református kollégiumok, valamint a francia Grand École hálózat hagyományaiból épp úgy merítettünk, mint a legeredményesebb hazai példákból. A szakkollégium jelmondata végül is az lett, hogy non est volentis. Ugye ez utalás a Pál apostoli igehelyre, a rómaiakhoz írott levél 9. részének 16. verse. Nem azé, aki fut, nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ez az ige hely más kontextusban megjelenik Ottlik Géza iskola határon című regényében, ami egy szimbolikus iskolaregény. Medve kézirata kezdődik a latin verzióval, non est volentis, nec fecurentis, sed miserentis dei, és egy külön fejezet cím is a non est volentis. Tulajdonképpen ezzel azt a szellemiséget, ugye a Pál apostol igehely a kegyelem működésére vonatkozik, az Ottlik regényben pedig ugye a kegyelem szituatív megnyilvánulásaival találkozunk. Számunkra, alapítók számára azt az üzenetet hordozza, hogy a keresztény ember, így a keresztény tudós ember is vezetettsége révén lesz, vagy ruháztatik föl teremtő erővel, legyen az művészi, vagy egyéb más jellegű. Benna Kálmánról szólnék végezetül néhány szót. Már hallottunk, először is mindenki ismeri a nevét, az egyetemünk első rektora volt, de ez nem a pályája jelentős részét tette ki a sikeres időszak. Természetesen, amikor a politikai környezet már lehetővé tette, akkor akadémikus lett, Széchenyi díjat kapott, de bizony voltak nehezebb évek is, amikor a Duna melléki egyházkerület levéltárosa volt, és úgy gondoljuk, hogy az ő személyéhez is, életútjához is illik az a jelmondat, amelyet választottunk. Nem azért, aki akarja, hanem a könyörülő Istené. Talán annyit mondanék meg, hogy ez a terem is róla van elnevezve, de az alaksori termet nagy valószínűséggel Pógyor Istvánról fogjuk elnevezni, hiszen ő dolgozott a legtöbbet ebben az épületben, a Kie időszakából. És most szeretném megkérni a Benda család jelenlévő tagját, Bendáné Sebők Magdolnát, idősebb Benda Kálmán menyét, hogy egy pár szót szóljon hozzánk. Ez valóban csak egy pár szó lesz, és engedelmeskedve a püspök úrnak mellőzöm a megszólításokat, és azt mondom, hogy tisztelt jelenlevők, és azzal kezdeném, hogy nem vagyok gyakorlott szónok. Ilyen népes közösség előtt nem igen szoktam beszélni, én leírtam valamit, de nem az előttem szólók se olvastak, ezért nekem is ez is tiltva van, úgy érzem, hogy aztán minden esetre szeretnék köszönetet mondani, mindazoknak, akik az ötlet megszületésétől a végéig, a kivitelezés befejezéséig
részt vettek ebben a munkában, a családom és a magam nevében is. És úgy gondolom, hogy az ifjúság, hogy külön öröm számunkra az, hogy egy ifjúsági intézményt neveztek el Benda Kálmárról. Mégpedig azért, mert az úgy érezzük, hogy az ifjúságnak szüksége van példaképekre, és Benda Kálmán méltó példakép az ifjúság előtt. Ő ugye Európer, rendkívül széles látókörű művelt Európer volt, aki három nyelven beszélt, és otthonos volt a német és a francia kultúrában. De ugyanakkor népének és nemzetének is hű fia volt, és annak felemelésén munkálkodott egész életében. A két háború közti népfőiskola megalapításával és annak működtetésével kezdte ezt a munkát, és aztán egész életén át folytatta a rádióban tartott ilyen ismeretterjesztő műsorokat, a vidéket járta, és ott is terjesztette a tudományának az eredményeit. És ezek nagyon fontos dolgok, de nem kevésbé fontos az, hogy rendkívül közéleti szerepet, rendkívül szívesen vállalt közéleti szerepet is. Vagyis minden jó ügy mellé odaállt, amiről úgy gondolta, hogy az a népnek hasznos lesz. Úgyhogy ez a három dolog az, amit nagyon szeretnénk, hogyha megjegyeznének róla, és amiben példaképnek tekintenék őt. És köszönöm, hogy megszólalhattam. És most a Benda családnak jelképesen is szeretném átadni az egyetemünk borát. És akkor most kerülne sor, nem hirdettük meg, ezért meglepetés lesz a hallgatóinknak. Székesfehérváron kihirdettünk egy jelmondat és logó pályázatot, és még ma reggel is kaptunk újabb verziókat, még 4 órakor is. De nem baj, hogy ezen sokat gondolkodtunk. Nem a végleges, de most már közel hasonló logot, és ha megmerjük mutatni, inkább úgy mondom, ugye egy főnix madár, hogyha valakinek esetleg nehezebb volna fölismerni, tehát azon még egy kicsit akarunk stilizálni, és a Calvin csillag, ugye az egyetem logójának a fele látható a Benda Kálmán szakkollégium logójára, jelmondatunk, non est volentis, a logótervhez ezt már megadtuk, de a jelmondatnak is van azért története, mert Zábó egyrészt van egy személyes vonala is ennek a pálapostoli igének, de ez most nem érdekes, hanem Zábó Virág már a székesfehérvári hétvégén felvetette a pálapostoli ige helyet, de ugye az hosszú volt, és akkor hát némi alk után kijött ugye a non est volentis jelmondata, és ezt a két hallgatót, tehát aki a logó tervezésében és a jelmondat kialakításában jelentős szerepet játszott, szeretnénk megjutalmazni egy tablettel. Úgy is mondhatnám, hogy ők a pályázat győztesei. Zábó Virág, harmadéves BA szakos pszichológus. Kérem, hogy fáradjon ide. Nagyon szépen köszönöm, és megtisztelve érzem magamat, hogy az én ötletemet választották meg a szakkollégium jelmondatának.
tényleg megtiszteltetés számomra, és én is azt remélem, hogy több mint 100 évig fog működni ez a szakkollégium. Azért ezt a mondatot választottam, mert úgy gondolom, hogy egy lelki és egy szellemi közösség vagyunk, és a hitünk is közös, és az átadó kapcsán most már fizikailag is együttlévő közösség vagyunk, és a jelmondattal azt a célt szerettem volna kitűzni, hogy a talentumainknak a kibontakoztatásában ez a jelmondat vezérelje minket. Köszönöm szépen! Tehát a logótervhez a Phoenix és a Calvin csillag ötvözéséhez pedig gratulálunk Eiden Perc Orsinak, aki szintén pszichológus, de ez most már gyanúsá teszi, ugye? Ez a bunda jellege van a diátadónak. Ő pedig másodéves pszichológus mesterhallgató. Neki is gratulálunk. És akkor, ha nem felejtettem el semmit, akkor most lemegyünk az udvarra, és megtörténik az épület átadása, az ünnepélyes szalagátvágás, az imádság és az áldás. Szép rendben vonuljunk le, aki tud lifttel, aki tud a lépcsőn az udvarra, és azt szeretnénk kérni, hogy a sajtó képviselői a bejárati kapu felőli oldalát foglalják el a bejárati árkádnak, a többiek pedig, nem esik az eső, elállt, a többiek pedig az udvaron várakozzanak. Ez egy pár perces átadás lesz, és utána pedig, aki szeretné, megnézhet, ezt majd Füzi Marian igazgató helyettes asszony kijön és elmondja, hogy mely szobákat lehet megnézni, és utána pedig a fogadáson találkozunk az alaksorban. Minél mélyebb és minél teljesebb legyen ennek a közösségnek, ennek a hajléknak, ennek a szakmunknak az élete. Távasztass innen minden bajt és hosszat, add szent lelkedből az örömnek, a
hálás életnek, az ismeret örömének, a boldogságát és a valóságát. Hiszük, mennyei atyánk, hogy ha a te nevedben hozzád folyamodunk, és tőled kérjük azt, hogy áldásod itt legyen, te azt, ami Urunkért, Jézus Krisztusunkért, hűséges kezesünkért megadod nekünk. Add, hogy életünkben egyre teljesebb, egyre mélyebb, egyre igazabb legyen nevednek, utadnak, igazságodnak ismerete, és hozzád ragaszkodva, utadon járva lehessünk áldásul sokak számára. Kérünk hát Krisztusért, Urunkért, hallgass meg imádságunkat. Amen. Vegyük Istennek áldását. Istennek népe, áldjon meg és őrizzen meg tégedet az Úr. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. A mennyei Atya áldása, az Úr Jézus Krisztus szeretete, a Szentlélek megtartó közössége legyen és maradjon ezen a hajlékon, most és minden időben. Amen. Én minden azt szeretem a provokálni, hogy ez direkt tapsztott talán szabadban.